fordításkötetet szeretnék ajánlani, ami most jött ki nemrég a könyvhétre, hogyha minden igaz. Orcsik Roland fordításában Semezdin Mehmedinovics bosnyák szerzőnek a Sarajevo Blues című kötete. És azért mondom, hogy kötet, és nem kisregény, vagy verses kötet, vagy eszi gyűjtemény, mert ez egy vegyes műfajú könyv, ami nagyon érdekes ilyen szempontból is, de az még érdekesebb talán, vagy ezzel együtt érdekes, hogy a vegyes műfajúság az annak a következménye, hogy Mehmedinovics, aki 60-ban született, tehát 1960-ban született Boszniában, ő részt vett Szarajevó ostromában, az ostromlott oldalon, mint szarajevói lakos, és ilyen beteg, tehát sebesült szállítóként dolgozott az ostromlott városban, és ugye azt lehet tudni, hogy Szarajevó ostroma az a modern kori történelem leghosszabb városostroma, úgyhogy a háttérben éppen egyesülő Európa történelmének az egyik szégyenfoltja tulajdonképpen, hogy itt másfél éven vagy két éven keresztül, lehet, hogy még annál is hosszabb ideig tartott, most ezt hirtelen nem teszem pontosan, tehát elképesztően hosszú ideig zajlott ez a városostrom, miközben az egész civilizált világ így próbálta ezt valahogy feldolgozni, vagy próbálta ellene tenni valamit, de a város lakói, akik az ostromgyűrűben laktak, tulajdonképpen magukra voltak hagyva, és magukat kellett megmenteniük tulajdonképpen, és Mehmedinovics, aki fiatal író, költő volt abban az időben, ebben az önmegmentésben tevékenyen részt vett, ahogy mondtam, sebesült hordozóként, tehát a frontvonalban volt, csak nem fegyvert fogott a kezébe, hanem egy hordágyat. És azért írt ilyen töredékes szövegeket, mert ezeket az ostrom közben írta, tehát amikor szünet volt éppen, amikor félre lehetett húzódni, vagy amikor haza tudott menni egy rövid időre, akkor lejegyezte, úgyhogy ez egy nagyon érdekes könyv, mert tényleg vannak benne esszéisztikus részek, vannak benne rövid történetek, versek, és ilyen naplóbejegyzésre emlékeztető szövegtöredékek, és ebből áll össze valahogyan az ostromlott városnak nem egy ilyen narratív krónikája, hanem inkább a lelkületébe lehet belelátni ezeken a szövegeken keresztül, vagy abba, hogy hogy az egyénnel, vagy az énnel mi történik egy ilyen helyzetben. És ez a könyv ráadásul, amikor megjelent, akkor, ha jól tudom, akkor még tartott az ostrom, és volt Szlovéniában egy könyvkiadó, ami a háborús országoknak az irodalmát adta ki, mert ugye Szlovénia akkor már nem volt háborús ország, és azokban az országban, ahol a háború miatt megszűnt a könyvkiadás, azoknak az országoknak az irodalmát Szlovénia adta ki. Úgyhogy ez a könyv eredetileg Szlovéniában jelent meg, Mehmedinovics az ostrom után emigrált, ami szintén egy érdekes dolog, hogy végigcsinálta ezt az elképesztően hosszú ostromot, és utána ment ki az Egyesült Államokba, ahol azóta is él, és angol nyelven nagyon sikeres lett ez a könyve, amit mondjuk a magyar kiadáson az is mutat, hogy az egyik ajánlója az Paul Auster, és magyarul végre megjelent, hosszas próbálkozások után most sikerült egy ilyen szép kiadásban megjelentetni, ahogy mondtam, Orcsik Roland fordításában, és ami érdekes, hogy a szerzővel is van benne egy interjú, ami a megértését is segíti, vagy a negyed századdal ezelőtti történetekre való rátekintésben segíthet.